F. Kovács Sándor térségünk és városunk országgyűlési képviselője minden évben a főzők között is szerepel a Birka Főző Fesztiválon. Ebben az évben nem mutatta meg főzési tudását, hanem Szepesi Tibor polgármesterrel körbejárták a városban a főbb rendezvényi központokat. Akkor jó a birka pörkölt, amikor van és amikor elkészült. A karcagi birka pörkölthöz igazából már eleve a jó birkát kell kiválasztani. Legelőbb megnőttek a birkák, megfőzzük, megesszük. Tehát a karcagiak örülnek annak, hogyha van egy olyan közös rendezvény, akár egy birka pörköltet meg lehet főzni. Én azt gondolom, hogy hamarabb volt a jó karcagi birka pörkölt, mint bármilyen rendezvény, amihez hozzá tudjuk ezt kötni. Ilyenkor június utolsó szombatján pedig már évtizedek óta egy nagyon jó közösségi rendezvényt szervezünk. Nagyon sokan jönnek az ország és a világ minden részéről karcagiak, a karcagi birka pörköltet kedvelők. A vírusjárvány miatt nem tudtunk találkozni a tavalyi évben, az idei évben is egy szűkebb körben tudunk csak, de bízom benne, hogy jövő évben ugyanolyan több ezres rendezvény lesz, több száz birkát vágunk, birka pörköltet főzünk, ahogy a hagyományok szerint már évtizedek óta. A hungarikumok, ezek a magyar hagyományok, és hagyományok nélkül, gyökerek nélkül senki nem ér semmit, csak kallódik a világba, hiszen ezeknek a pörkölteknek a receptjét mindenki otthon tanulta, szüleitől, nagyszüleitől, és én azt látom, hogy ezeken a rendezvényeken itt vannak a gyerekek. Ők is belenőnek ebbe a hagyományba, ezt a hagyományt viszik tovább, és vinni is kell tovább, hiszen gyökerek nélkül, hagyományok nélkül csak porszemek vagyunk, amelyeket fúj a szél a világba, arra merre csak akar. Képviselő úr, szerint milyen a jó birka pörkölt? Hát finom, karcagi, vagy legalábbis nagykunsági, hiszen itt a nagykunságban nagyon sok birkapörköltet főznek, és én azt gondolom, hogy ha innen Karcagtól talán elmegyünk néhány kilométerre, akkor még jó birkapörköltek vannak. Én már, hogyha 30 kilométernél messzebbre kell menni, én már nagyon óvatos vagyok bármilyen birkapörkölttel. Itt a nagykunságban a hagyományos, évszázados recept alapján készülnek a birkapörköltek, és ezek mind jók. Dr. Fazekas Sándor ebben az évben is a kertjében főzte meg a családja körében a népszerű ételt. A karcagiak számára a birkapörkölt nemzeti eledel, ünnepi étel, és most hát birkafőző fesztivált nem tudunk tartani az előírások miatt, de nagyon sok családnál, vendéglátóhelyeken, intézményekben, cégeknél készül a finom birkapörkölt, és mi is itt családi körben főzzük, mindenki részt vesz benne, barátok is megérkeztek, úgyhogy remélem, hogy jó lesz majd az a hagyományos étel, amit az őseinktől örököltünk, és a nagyszüleink, szüleink módja szerint készítünk el. Miért fontos az országunk számára a hungarikumok, a hungarikumok? A hungarikumok nemzeti kincsek. Bennük van a magyar kultúra, művelődés több mint 1000 éve. Azt mondom, és az étkezés is egy kultúra. És a karcagi birkapörkölt nem önmagában az étel a hungarikum, hanem maga az elkészítés módja, hozzá kötődő ünnepek és jeles alkalmak, a jutartásnak a gazdálkodási oldala, az ételnek az elkészítése. Tehát egy egységet képez. Ez egy olyan kulturális különlegesség, amit kunőseink még az ázsiai, illetve kelet-európai szeppekről hoztak magukkal, és úgy is készítjük el az ételt, mint hogy annak idején az őseink. Igazán ritkaság számba ment ebből a szempontból, hiszen látjuk azt, hogy gyorsan változnak az ételek, különösen jelenleg valami már feledésbe megy, aztán új jön helyette, felújítják az ételekre, ez viszont nem változott semmit, és a lényeg, hogy a régi recept szerint kell elkészíteni. Én örülök annak, hogy a családtagjaim is ugyanezt a hagyományt követik. A megfelelő alapokon, nyersanyagokon kívül mi még fontos ahhoz, hogy jó birkapörkölt készüljön? És miniszter úrnak van valamilyen titka a birkafőzéssel kapcsolatban, hogy miért olyan ízletes az étel? Hát oda kell rá nagyon figyelni, lassú tűzön kell készíteni, de a darabolásnak a módja, a hús előkészítés, az, hogy legyen benne perzselt részfej, körmök például nagyon meghatározza a későbbi eredményt, és szépen így el fog készülni ez a birkát. Most még nincs teljesen megfőve, félfővésben van, ki kell várni türelemmel, és akkor nem marad el a siker. A karcagi birkafőzés hagyományára minden évben tiszteletét teszi Varga Mihály pénzügyminiszter. Ebben az évben is így tett. Szerintem a karcagi emberek többsége számára mindegy, hogy fesztiválnak nevezzük, vagy napnak nevezzük. A végén úgyis megesszük a birkát, ez a történetnek a vége. Ez az alkalom is ugye arról szól, hogy a közösségi találkozókat, a közösségi eseményeket kezdjük el újra szervezni. A karanténból lassan jövünk kifele, megszűnnek a korlátozások.
van most már védettség, aki akarta, beoldhatta magát, aki meg nem, az magára vessen. Úgyhogy újra föl kell venni azt a szállat, amit a közösségépítésnek nevezünk. Találkozunk minél több alkalommal, minél több helyen. Ha ilyen alkalom adja magát, egy jó birkapörköltnek a megfőzése, elfogyasztása, akkor válasszuk ezt a formát. Miközben beszélgetünk egymással, megkérdezzük, hogy vagy, mi újság van. Szerintem erről szól most már sok-sok éve ez a birkafőző fesztivál, és persze a szervezők azok hozzáteszik azt a kis kulturális művészeti töbletet, amivel a közösségi lét még szebbé lehet. Miért fontos Magyarország számára a hungarikumok? Miért bírnak kiemelkedő jelentőséggel? Mit is jelent ez? Hát ettől vagyunk magyarok, vagy mi ettől vagyunk kunok, hogy vannak olyan specialitásaink, olyan különlegességeink, amik másra nem jellemzőek. Tehát itt a nagykunságban is, hogyha megnézzük, hogy mik azok az elemek, amiket a szüleinktől, nagyszüleinktől kaptunk és viszünk tovább, adunk tovább a gyerekeinknek, meg az unokáinknak, akkor ennek egy nagyon fontos része a birkafőzésnek a tudománya, a birka tartás, a birka feldolgozása, megfőzése, elfogyasztása. Ez mind hozzátartozik ahhoz a kultúrához, amitől mi nagykunok vagyunk, amitől mi kunok és magyarok vagyunk.